Sziasztok! Tegnap Budapesten jártam a Profi Blinker által szervezett pergető rendezvényen, ahol sok neves pergető horgász mellett Martin Fallback szlovák ultralight válogatottal is sikerült találkoznom, és olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy pár szót tudtam vele váltani. Megnézte a felszerelésemet, első mozdulat az volt, hogy leharapta a notaknot kapcsot a nanofil végéről, és csak direktbe kötötte a kapcsot össze a nanofil zsinóra. Akkor megkérdeztem tőle, hogy nem gyengül el ettől a kötéstől. Azt mondta, hogy egyáltalán nem, és megszabadulunk a fölösleges kolonctól. Ezt a kötést megmutatnám nektek. Duplán vesszük a nanofil zsinórt, ez a álcaháló zsinór fogja jelképezni a nanofilt, a kapcsot pedig ez a karika. Duplán átfűzzük. Csinálunk egy teljesen egyszerű húrkot. A húrkon átvesszük a kapcsot. És mielőtt meghúznánk, be kell nedvesíteni, nehogy elégjen, Martin szavait idézzem, ha nem nedvesítjük be, akkor elég a nanofil zsinór. Meghúzás után lehet látni, hogy duplán van a nanofil, és valóban megnézve a felszerelésemet, hasonlóan erős marad, mint notaknottal szerelve. Remélem tudtam segíteni nektek, és mindenki, aki ki akarja próbálni a nanofil zsinót ultralight pergetéshez, az fel tudja használni ezt az információt. Hamarosan újra jelentkezem. Sziasztok!